Nagy tisztelettel köszöntjük kedves nézőinket, folytatjuk Videó Attilával videós sorozatunkat, amelyek munkaügyeket érintünk. Most egy olyan témába fogunk bele, amely azt gondolom, hát több részt is megérdemelne, és szeretném is, hogyha ebből is sorozat lenne, bár tudom, hogy a korábbiaknál is ezt mondtam, de szeretném betartani azokat az ígéreteimet is. Nos, csapjunk is a közepébe, szakszervezetiség. Ugye, ha Magyarországon ezt a szót hallja valaki, hogy szakszervezet, különböző képzetei lehetnek, talán, és azt nem lehet eltagadni, van egyfajta ilyen rossz ájíz, ugye az elmúlt rendszer kapcsán, ugye a kommunista rendszerben, hát milyen volt a szakszervezet, de ennél sokkal fontosabb az, hogy milyen most, hogyan csorbítják a jogaikat, egyáltalán létezik-e hiteles, erős, valódi szakszervezetiség, vagy ha úgy tetszik, szoktuk ezt a szót is használni, hogy munkavállalói érdekképviselet, mert az én személyes tapasztalataim is azt mutatják, meg úgy általában véve, aki dolgozott valaha már valahol, és ténylegesen fizetésből él, azt látja, hogy nem igazából van erős szakszervezetiség, és az okok rendkívül sokrétűek, ugye nem érdeke sajnos a jelenlegi kormányzatnak és az elmúlt 30 év rendszerének, hogy legyen valós szakszervezetiség, amely kiáll a munkavállalók mellett. Te hogyan látod ezt, Attila? Hát köszönöm szépen akkor ezt a lehetőséget megint. Kezdjük onnan, ahol te is elkezdted az egész dolgot, tehát a szakszervezetről sok mindent tudunk, sok mindent tudtunk, viszont ami nagyon-nagyon elkeserítő, viszont tény, hogy a rendszerváltáskor nem tanultuk meg, és azóta se tanultuk meg, hogy valójában mi is az a szakszervezet, hogy kéne működjön, milyen lenne egy igazi érdekképviselet egy országban. Tekintsünk külföldre, hát onnan nagyon-nagyon sok jó és szép példát lehet látni, és most nem a nyugati országokat akarom elsősoron mondani, hanem lengyel testvéreinket. Hogy ott már a 80-as évek közepén, mindenki emlékszik rá, aki nem annyira fiatal, hogy még akkor nem élt, hogy ott milyen komoly szakszervezeti rendszer, munka folyt, illetve hát szó szerint egy az országban egy forradalmat csináltak. Na most eljött a rendszerváltás nálunk, és ezt nem tanultuk meg, hogy valójában a szakszervezetnek, ha jól csinálják, annak nagyon sok lehetősége van arra, hogy az érdekeket, a dolgozói érdekeket érvényesítse. És azzal legyen mindenki tisztában, hogy az érdekeket azt kell, és csak úgy lehet érvényesíteni, ha a szakszervezetben minél többen vannak. És sok ember csak akkor jön rá, hogy valójában szükség van a szakszervezetre, amikor már bajba kerül. Mikor az érdekét kéne, hogy valaki védje, aki segítsen a munkavállalónak. És ezt még az elmúlt, ez a 30 év alatt, ami azóta eltelt a rendszer, mindig nem tanultuk meg. Nem tanulták meg a magyar munkavállalók, és sajnos én úgy gondolom, hogy 23 év szakszervezeti vezetői múlttal a hátam mögött, tehát van bőven rálátásom, hogy folyamatosan csúszik lejjebb a szakszervezetek, a létszámok egyre jobban csökkennek, és ezért egy olyan ördögi körben vannak most, hogy egyre nehezebb nekik az érdeket érvényesíteni a munkáltatókkal szembe. Itt az a kérdés merül föl, hogy a klasszikus kérdés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy abból fakad-e az, hogy a szakszervezetiség, vagy ez a fajta szakszervezeti kultúra, ha lehet ezt mondani, tehát ez a szemlélet, amelynek meg kellene lennie a munkavállalók gondolkodásmódjában is. Ez okozta azt, hogy nincsen erős szakszervezetiség, vagy a törvényi szabályozások olyanok, amelyek mesterségesen ezt is elfolytották, avagy ugye a harmadik variáció, hogy mindkettő, és ez a kettő folyamatosan erősíti egymást sajnos mind a mai napig. Én ennél sokkal több részre bontanám, hogy mi okozta úgymond ezt a valamilyen szintű válságát a jelenlegi szakszervezeti mozgalomnak, érdekképviseleti mozgalomnak. Egy, igen, sajnos az elmúlt, főleg az elmúlt 10 évben, nem tudom, honnan vették a példát, gondolataim vannak róla, hát Korea, viszont nem észak, hanem dél. Ott voltak ilyen
jelentős szakszereti jogoknak jelentős megcsorbítása sok-sok évtizeddel ezelőtt. Mármint, hogy a jelenlegi Fidesz kormány intézkedéseire gondolsz. Így van, ugye? így van. Tehát nagyon megcsorbították a szakszereti jogokat. Ez az egyik. A másik, hogy valamiért a most már felnőtt korosztály, akik most munkavállalók, ők nem éltek olyan korban, amikor egyáltalán volt szakszervezet. Hogy milyen volt, olyan volt, amilyen volt, egy szolgáltató szakszervezet volt régen, mert hogy a szakszereti vezető hogy volt a cégnél a 80-as, 70-es, 60-as években? Hát volt a pártitkár, volt az igazgató, volt a szakszervezeti vezető. Ezek voltak a vezetők. De szolgáltatott, tehát akkor kaptak valamit érte a munkások, viszont ez a korosztály már, akik most már az a nagyon jelentős rétege a munkavállalói oldalnak, ők ezt nem tudják. Tehát nem tudják, hogy mire jó ez. És akkor most kitérek egy olyan részre, ami tudom, hogy nagyon sok szakszereti vezetőnek nagyon rosszul fog esni, de ismételten azt mondom, hogy én azt mondom, amit tapasztalok, mind a mai napig, illetve ami nagyon sok fórumon el is olvasható. Igenis, vannak most sajnos már olyan szakszereti vezetők, nem mondom azt, hogy megvették őket kilóra, de úgy kényelmesen el vannak a balangyos vízbe. El vannak. Kapnak valamennyi kis tiszteletdíjat, nem igazából akarnak konfrontálódni a cégeknek, a vezetőivel, mert úgy el vannak. Van, sőt, van, aki nagyon el van. Van olyan tudomásom, aki szakszereti vezetőként főosztály vezetői beosztásban van, és kapja a fizetését. Na most ilyen szakszereti vezetőtől, hát elvárható, persze, hogy elvárható. De az ilyen szakszereti vezető nem fog konfrontálódni a munkáltatóval. Nem fog úgy kiállni a munkavállalók érdekeiért, a tagjai érdekeiért, ahogy ahhoz az elvárható lenne. Tehát nagyon sok mindenből áll ez össze, és benne van az is, hogy nagyon sok munkavállaló akkor jön rá, hogy jó lenne, ha lenne érdekképviselet, aki segítené őt a munkáltatóval szemben egy jogvitánál például. Vagy egész egyszerűen csak a magasabb bérek, jobb munkakörülmények, jobb munkaidő, stb. Kiharcolásába, amikor ő már azzal szembesül, hogy ezek a problémák fent állnak. Tehát kevés a fizetés. Hát de ki fog harcolni? Egy emberrel nem ül le az igazgató tárgyalni. Ha valami kárt okoz, kártérítési ügy, tudjuk mennyiért dolgoznak az ügyvédek. Nagyon sok pénzébe kerül, és vagy nyer, vagy nem. Ha van egy jó szakszervezet, akinek van saját ügyvédje, és nem kell érte fizessen a munkavállaló, akkor nagyon jól jár, úgymond ezzel. És akkor vannak azok a dolgok, amik megmaradtak idézőben a régi korból, és sajnos úgy veszem észre, hogy most is nagyon sok szakszereti tagnak ez a fontos, hogy szolgáltasson a szakszervezet. De nem az előzőekben felsorolt dolgokat szolgáltassa. Legyen egy kicsit olcsóbb telefon, olcsóbb internet, hát el lehessen menni, amelyik szakszeretnék, még van üdülője, el lehessen menni. Karácsonykor ajándékcsomagot. Kapjon egy kis ajándékcsomagot, de valójában azt kéne megérteni az embereknek. Minden munkavállaló szakszeret nem erről szól. Szakszeret arról szól, hogy harcoljon, kőkeményen harcoljon, azért, hogy minél jobb munkakörülmények, minél magasabb fizetést harcoljon ki a munkavállalók, és védje az érdekeket, érdeket védje. És mondom, sajnos nagyon sok helyen ez most nem működik, és még azt se értik meg a szakszereti tagok, hogy azért itt a szakszereteknél még demokrácia van. Én azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy nem csinál ez se senkit. Én is kaptam ilyet a fejemre 23 év alatt, hogy nem csináltok semmit. De ezt nagyon sok helyen olvasom. Értse meg minden szakszereti tag, hogy itt még demokrácia van. Le lehet váltani az olyan szakszereti vezetőt, aki besimult, aki nem az érdekeiket képviseli, aki nem csinál semmit, csak el van abban a bizonyos langyos vízbe, mert a szakszereteknél minden évben igenis van taggyűlés, küldöttgyűlés, hol, hogy hívják, ott törvényileg kötelező a szakszereti vezetőnek beszámolni a munkára. És felelősségre kell vonni, és javaslom mindenkinek, hogy igenis, ha úgy látják, hogy azok a szakszereti vezetők nem jól végzik a dolgokat, és nem állnak ki a munkavállalók érdekeiért, el kell zavarni. Én még mélyebbre ásnék most, miközben ezeket a gondolatokat megfogalmaztad és előadtad, eszembe jutottak korábbi
munkahelyeimen személyes tapasztalatok, most elég csak a postát említeni. Ha jól emlékszem, neked is van kötődésed a postához. Hát én ott kezdtem a pályafutásomat, még a 80-as évek előtt. Három évet dolgoztam különböző postákon. Azt tudtuk, hogy van szakszervezet, mert mindenkinek volt egy céges e-mail címe, és hát azt láttam, hogy 10 különböző szakszervezet van, lehet menni üdülni, ugye, amit az előbb említettük, de egyik postán sem éreztem igazából a postások részéről, a munkavállalók részéről egyfajta igényt, vagy akár hogy a dohányzóba, vagy az ebédlőbe, bárhol téma lenne az, hogy mit csinál a szakszervezet, tehát egész egyszerűen ezt a szakszervezeti kérdést, ezt eltették egy ilyen zárójelbe, hogy az azért van, mert befizetsz X összeget, és akkor kapsz egy ajándékkosarat karácsonykor vagy húsvétkor, de ennyi. Tehát, hogy a közgondolkodásban sem volt meg az, hogy a szakszervezet az azért van, hogy értük kiálljon. Vagy mondok másik példát. Kereskedelem, logisztika téma területe, autóalkatrész kiszállító cégnél is dolgoztam. Ott viszont főleg fiatalok voltak egyébként, korombeliek, akkor még fiatalabb voltam, ugye a munkatársak, és ott viszont nem is tudtak róla, hogy egyáltalán nekik lenne szakszervezetük, tehát ott még ilyen szinten sem merült föl. Tehát itt adódik a kérdés, hogy kinek a feladata lenne az fölhívni a figyelmet arra, hogy létezik olyan, mert nekem meggyőződésem egyébként, hogy nagyon sok munkahelyen, akár kereskedelemben, még csak elméleti szinten sem merül föl egy ott dolgozó agyában, hogy neki lenne esetleg valamiféle szakszervezete. Megkérdezni, és nem is tud róla. Tehát nagyon sok helyen egyáltalán nem is tudnak arról, hogy létezik szakszervezet, azt valamiféle múltbeli ködös dolognak tartják nyilván számon, de megdöbbennél szerintem, bár lehet, hogy te már nem, de más megdöbbenne rajta, hogy mennyire nincs ez a munkavállalói köztudatban. Tehát a kérdésem még egyszer csak az, hogy kinek a feladata lenne az, hogy egyáltalán fölhívja a figyelmet, hogy létezik ilyen, aztán ugye a következő lépések az, hogy miért ilyen, mit kellene tenni, hogy megerősödjön. Nyilván egy videó keretén belül erre nem lehet mindre válaszolni, de mindenképpen erről szerintem beszélni kell. Hát a munkáltató evidens, hogy ezt nem fogja úgymond reklámozni. Hát egyáltalán. Neki nem érdeke. De hát ez se igaz, mert egy épp gondolkodású munkáltatónak az a jó, ha van X olyan ember, akivel le tud ülni, és megegyeznek bizonyos dolgokba. Persze ez az ember, ez a szakszervezet olyan legyen, aki karakán és tényleg azt akarja, amit a tagsága. De ez egy munkáltatónak is érdeke, és kellene, hogy felérje a munkáltató is észre, hogy ez nekem jó, leülünk, megegyezünk, és munkabéke van. Például véremelésről, ennyi, annyi, amannyi. Hát és akkor megint azt mondom, hogy megint a szakszerteknek a nagyon nagy felelőssége. Nem hívják föl magukra. Fel kell hívni a figyelmet maguk. Így van, pontosan, hogy gyerekek, létezünk. És mit szoktak mindig kérdezni ilyenkor? Én nagyon sokat toboroztam, nem szép szó, nem toboroztam, beszélgettem kollégákkal. Még az idei évben is sikerült olyan városba szakszervezetet alapítsunk, ahol soha nem volt, konkrétan tűzoltóságról beszélek. Soha. És sikerült. Mert leültem velük beszélgetni. És mit kérdez az egyszerű ember? Mennyit fizetek, mit kapok érte? Világos. Mert ez ilyen egyszerű. És elmondtam a kollégáknak, gyerekek, ennyi a tagdíj, mit kapsz érte? Kapsz érte. Ingyenes jogi védelmet, ha kell Strasbourgig, kapsz érte Mikulás csomagot is. Vehetsz olcsóban telefont, eljárunk tárgyalni az érdekeidbe, ha meghívnak a minisztériumba, mostanában nem divat nagyon, de eljárunk tárgyalni, ha bármilyen konfliktusod van a munkáltatóval, akkor én itt vagyok, és segítek, és sok esetben ez is nagyon fontos, hogy felkészült szakszereti vezető legyen. Mert azt tudni kell, a munkavállaló az a legritkább esetben van tisztában. Hát a jogai abszolút nem tudja, a kötelességeit igen, mert azt elég sokszor a munkáltató, az közli vele, hogy ez a dolgot kován. De azt nem mondja el, hogy hát ezért viszont, mint nekem munkáltatónak, ezt is ezt, ennyi szabadidőt, ennyi pénzt, túlszolgált nálunk úgy hívják, túlóra pénzt kell fizetni, mennyi szabadidő illet meg egy héten, hány óra, ezt nem tudja. Tehát ezt a szakszereti vezetőnek tudni kell, tehát felkészült vezetőkre van szükség, és olyanokra, akik karakának és kőkeményen kiállnak a tagságukért. Viszont, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt szintén a munkavállalóknak kell megérteni, tehát
A szakszereti mozgalom az egy olyan dolog, először is a szakszervezet az a tagságból áll. Olyan erős egy szakszervezet, amilyen erős a tagsága. Lehet itt akármilyen jó vezető, ha 20 ember áll mögötte, az semmi. Ezt mindenki ismeri, tudod, ezt a purkapálcás dolgot, hogy egyet el tud törni bárki, még a legkisebb gyerek is. Ha összefogunk 50-et, a legerősebb se tudja eltörni. Itt ez nagyon működik. Tehát ezt kell megérteni, hogy legyünk sokan, legyen egy jó vezető, az a vezető mutasson irányt, utat, mondjon jó ötleteket, viszont, ha ezek megtörténnek, akkor viszont a tagságnak az a felelőssége, hogy igenis, ha meg kell mozdulni, akkor meg kell mozdulni. Mert egységben, nem véletlen mindig hangoztatom, egységben az erő. Egy munkavállalóval, kettővel ki lehet babrálni, el lehet távolítani, ki lehet rugni. De ha egy munkahelyen van egy erős szakszervezet, jogi háttérrel maga mögött, stb. És azok a munkavállalók összeállnak, azt nekem nem mondja senki, hogy egy multi, egy gumigyár, egy állami szervnek a dolgozója, ahol dolgoznak, teszem fel, most maradjunk csak a tűzoltóság. A tűzoltóság, hogy én onnan származtam ide. Ha mindenki összefog, olyan nincs, hogy egy gyárból kirúgnak több száz vagy több ezer munkavállalót egyszerre, ez butaság. Olyan nincs, hogy egy tűzoltóságról, de ezt hagyjuk, mert nem akarok lázítani senkit, de olyan nincs, hogy 20-30-40-50 embert elbocsájtunk egyszerre, mert működésképtelenné válik a rendszer, de ez érvényes az oktatásra, érvényes az egészségügyre, mindenhova, amit említettél, a boltokba, stb. Ez mind olyan, ezt kell megérteni az embereknek, hogy igenis csatlakozzanak, és válasszanak olyan vezetőt, mert mondom, a legtöbb, mostanában a legtöbb kritika azért éri a szakszereteket, hát nem csinálnak semmit. Olyan vezetőt kell választani, aki tesz, dolgozik kőkeményen, nem fél, mert ne legyen félelme, nem. Nem félős ember, és ha kell, szembe megy a munkáltatóval. És akkor még egy fontos dolog, ami nagyon fontos, amit te is említettél. Hát, hogyha olyan pozícióba kerülünk, olyan döntési pozícióba kerülünk a párttal, akkor igenis a megcsorbított szakszereti jogokat vissza kell állítani. Vissza kell állítani, kötelezni kell a munkáltatót bizonyos dolgokra, törvényileg kötelezni kell rá. Igenis, valamilyen szintű védettséget kell, hogy kapjon egy szakszereti vezető, törvény által garantálva, illetve bizonyos szintű infrastruktúrát, természetesen azt biztosítani kell, hogy mindenkor találkozhasson az a vezető a tagokkal, nem csinálunk olyat, mint amit most olvasunk itt a hírekben, hogy nem engedik be a szakszereti vezetőt a gyárba. Mi az, hogy nem engedik be? Miközben ott dolgozik. Tehát ez a vicc, hogy miért ott is dolgozik. Tehát olyan jogokat kell törvényileg biztosítani, hogy újra a szakszervezetek hatékonyan tudjanak működni. Minél hatékonyabban. És akkor ez mindenkinek a javát szolgálja. Munkavállalónak is, munkáltatónak is, ezáltal pedig a nemzetnek is. Így van. Ez egy kiváló végszó. Annyival, hát nem is az, hogy kiegészíteném, csak én is felfűznék erre a gondolatra, hogy a munkáltatónak sem érdeke az, hogyha az ő dolgozói nem érzik magukat jól, mert el fognak menni máshova, állandó emberhiány lesz, rossz lesz a hangulat, stb. Tehát talán akkor abban foglalható össze a Mi Hazánk álláspontja is, hogy a törvényi hátteret azt meg kell adni az erős szakszervezetiségnek, megcsorbított jogokat vissza kell adni, a szakszervezeteknek hírt kell magukról adni, ha úgy tetszik toborozni, és kell egy nagyon-nagyon mélyreható szemléletbeli változás is minden egyes munkavállalónál. Tehát ne legyen az, ezt én is tapasztaltam, és megint csak a postára tudok még így zárszóként visszatérni. Engem bizony nem mindig szerettek mondjuk az olyan főnökeim, akik akár törvénytelenül akartak mondjuk engem vagy más túlórára kötelezni, mert hivatkoztam a munkatörvénykönyvére, megfelelő passzusokra,
de nem igazából éreztem ott a hátam mögött a támogatást, pedig ez nem szakszervezetiségről volt szó, egész egyszerűen csak elmondtam, hogy hát ez így nem jogszerű, mindig azzal csitítgattak, ugye, hogy hát jó, maradjál csöndbe, örülni kell, hogy van egyáltalán munka. No, én szerintem ezen a mentalitáson kell változtatni, és ez viszont mindenkinek a saját egyéni döntése, ehhez senki más nem kell, csak az, hogy mi összefogjunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez lehet egy zárszó, és lehet folytatni a szakszervezetiségről a beszélgetést, úgyhogy köszönöm szépen Attilának, hogy rendelkezésünkre állt és elmondta gondolatait, és zárszóként már a szokásos, várjuk a ti észrevételeiteket, javaslataitokat is a munkaügykukac.mihazánk.hu e-mail címre. Esetleg Attila még valamit zárszóként? Egységben az erő. Jegyezze meg mindenki. Egységben az erő.